Jó napot kívánok, akkor rögtön itt Ferivel kezdenünk. Itt meg is találta az autónak a komplet téli szettjét, lemez felnire van szerelve. Ez egy téli szett, mint látható, teljesen újszerű, szép bordás mintázata rendelkezik. Itt vannak hozzá csavarok és kerékőrös is, kötelező tartozékai pedig itt vannak ebbe a kis zsákocskában, ami Citroen magyarországi felirattal rendelkezik, hiszen ez egy itthoni magyar kocsi, ami egy gazdás, és végig vezetett márkaszervizes szervizkönyve van, számlákkal igazoltan, és teljes dokumentációja az autó, gépkönyve, egyebek, minden megvan hozzá. Most jelen pillanatban alufelni van ugye rajta, ez Citroen felirattal rendelkezik, szintén tehát gyári a dolog rajta, és a csomagtartóval kezdhetjük akár, ki is kinyitom, hogy meg lehet nézni, teljesen különben újszerű állapotú kocsi, 91 néhány ezer kilométert futott mindösszesen, 2017 és januárig van jelen pillanatban ugye műszaki vizsgálja a kis járgánynak, és mondhatom nyugodtan, hogy teljes újszerű állapotban a belső hátsó tér, az elsőről szintén pedig meg is nézhetjük, hogy szintén ugyanez igaz. Gyönyörű a kárpitozása, nincs kiülve, szép a kormánya, nem véletlenül, ugye 96215 kilométert futott, eredeti gyári kulcsokkal ugye, illetve van itt egy kormányról vezető zenénk, ami szépen szól benne, CD-s ez a kis zene, van benne klíma, egy 5-ös váltó, és itt van velem Peti kollégám, aki elővette itt a szervizfüzetét, ami itt van mellettünk, végigvezetve, illetve garanciális egyéves akkumulátor van az autóban. ABS-ünk van, ESP-nk van, és tükör és ablak elektromosan húzható, vonható, illetve az ülés és a kormány is szintén állítható magasságú. Aztán még kötvényszórónk is van, itt ez a kellemes időben most nincs rá szükség, de majd, hogyha eljön az ideje, akkor majd ez jól fog jönni. Koncertó a bal kezével kinyitja, és itt látható ez az újszerű akkumulátorban egy darab, és egy nagyon csendes 16 szelepes 1.6 benzinmotor hajtja az autót. Remélem megtetszett ez nektek, gyertek be hozzánk itt az M3 autóparkba, itt a faházban várunk benneteket, és az autó is, amíg megvan rajta, hát viszontlátásra.